kezdeném, hogy ez az én történetem, ez 23 évvel ezelőtt kezdődött, amikor én 1990-ben én lakára kerültem először, és akkor egy ilyen megérzés sugallat hatására eldöntöttem, hogy én itt szeretnék élni. Városi gyerekként, tehát Székelyudvarhelyen születtem, csak könyvekből tudtam, hogy 27 kilométerre van. Én nem is tudtam, hogy hol van, de azt tudtam, hogy én lakom egy híres falu, mert ott van az egyik legrégebbi rovásírás emlék, ami hozzájárult ahhoz, hogy megfejtsük a rovásírásos ABC-t. És amikor én lakára megérkeztem, akkor rádöbbentem, hogy nekem tulajdonképpen itt kellene élnem. Hát körülbelül 20 évbe került, amíg én eljutottam erre a projektnek a végére, és hát 4 éve lakom én lakán. Úgyhogy az egész történetnek nagyon fontos ez a rész, mert meghatározta az életemet, a fejlődésemet, egy elég individualista, liberális gondolkodású fiatal emberként, a Szabad Elvű Körnek az egyik alapító tagja voltam az RNDS-ben, meg ilyen dolgok, kapcsolatrendszer. Váltam én 20-25-3 év alatt a közösségi vállalkozások hívévé, és a közösség számára keresem a megoldást a Székelyföldön. Sokan azt mondanák, hogy ez egy elég hosszú út volt, hát ez nagy mértékben az én lakai létemnek köszönhető. Aki ezt a történetet meg szeretné nézni, ott van egy YouTube-os link, arra rá lehet kattanni, és ott részleteiben elmesélem, hogy hogy telepettem le én lakár, meg mivel foglalkozom én ott ezzel, most nem tölteném az időt. Nem vagyok egyedül ebben a projektben, tehát a Jóisten és egy üzletember barátom segítségével 2008-ban 40 bivaj költözött a családunkba, azóta hát úgymond velük élünk, és meghatározzák az életünket. Nagyon sokat tanulok tőlük, ők is gondolom tőlem, még nem kérdeztem meg, hogy mit, de határozottan barátságosak, tehát nem azon kívül, hogy egyszer tettek odébb, mert rossz helyen voltam. Ez nagyon nagy szeretettel csinálták, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor a szünetbe ezt a technikát is elmondom, hogy történt ez a dolog. Na, hát ők az én munkatársaim, akik esténként hazajönnek. Egyébként mindenféle olyan dolgot követnek el, amit az emberek én lakán nem vártak volna el tőlük. Például együtt járnak a csordába a tehénekkel, velük van a bika, ez nem döfött föl még senkit. Tehát mindenféle előítéleteket úgy szépen lassan lebontogattak. Az egy külön előadás tárgyát képezi, hogy én ezt a farmot hogyan működtetem, úgyhogy egy méter, négyzetméternyi földem nincs én lakán, és a 40 állatnak elő kell állítani a téli eleséget, meg nyáron pedig a legelőt biztosítani. De ha valaki kíváncsi, akkor ezt is elmondom. Ez egy nagyon sajátos közösségre alapozott farmerkedés, amit én részidős farmerként végzek, mert ugye egyéb, ja, persze azt mondanám, hogy ebből nem lehet megélni. Nyilván azoknak igen, akik dolgoznak. Tehát van két alkalmazott a farmon, az a két család, az annak van jövedelme. Mi a nejemben többnyire önkéntesként dolgozunk a farmunkon. Hát én lakom egy ilyen, most már mondanám Áron után, hogy egy ilyen nem regisztrált ökófalu, amilyen még sok van a Székelyföldön. Hát persze, én lakom mindenki ökogazdálkodással foglalkozik, mert dokumentáltam 23 éve nem láttak műtrágyát. Aztán azelőtt a TSZ idején valószínű, hogy igen, de ott is csak a szántókon és nem a saját kertjeikbe. Csak egy zárójelben mondanám, hogy sokan azért nem minősítetik a gazdálkodásukat ökológiáivá, mert a minősítés pénzbe kerül, de ez még nem olyan nagy gond, hanem azért, mert nem látják, hogy a piacon ezt valaki hajlandó megfizetni. Tehát én például a 40 lejér árulom a bivaj sajtot a piacon, ha öko minősített sajt lenne, úgyse adnának 40-nél többet a csiki piacon.
ahhoz el kéne a sajtot vigyen Berlinbe, vagy Magyarországra, szállítási költségek, stb. Tehát a dolog gazdaságilag bonyolultabb annál, mint hogy szeretünk ökológiailag gazdálkodni, és akkor a motiváció kérdése, ez lenne már a harmadik előadás, amit ígérek velük nekem. Na, aztán ahhoz, hogy én itt ténylakán lakjak, ezért megvettem azt a házikót ottan, 98-ban, és aztán csináltam belőle egy ilyen másik házat, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a földig lebontottuk, megfordítottuk és áttettük az udvar másik felébe, azért, hogy keletre nyíljon vagy dél-keletre nyíljon a terasza. És amit lehetett, mindent beépítettünk. Tehát úgy értem, hogy ablakokat, ajtókat, gerendákat, csak amit a hangyák megettek, azt dobtuk ki. És ebben ez tapasztott ház, hagyományos technológiával, ilyen rakottfás technológia, sok minden visszakerült az anyagból is, de nem volt nyilván minden jó, a hangyák sok évig táplálkoztak belőle, és ebben nincsen vécé sincs. Tehát ivóvíz az van, mert a faluba bevezették a forrásvizet a firtosról, de egy száraz budi van az udvaron, és azt használjuk. Egy másik szomszéd ház, amely ez volt az eredeti ház, amit megvásároltam, de aztán ez ebbe végülis nem lakóház lett, hanem ez a munkahelyünk. Itt van villany, az előző házban nincs villany, csak a ház sarkáig, hogy a telefonkkal lett, akkor tudjuk feltölteni. Itt ez a része a háznak, ez átalakítva egy kézműves sajtkonyhává, tehát ott készül a sajt, és ez a jobb oldali, vagy bal oldali rész, hogyha így állok, az pedig az irodánk, ott van a könyvtár, internet, minden, és akkor a nemmel itt dolgozunk. A termékeink közül néhányat, de egyébként szoktunk járni az említett hagyományőrző vásárba. Na hát ennyi a bemutatkozás kapcsán, tehát csak azért mondtam ezt el, hogy én azért kerültem én lakára, és ez az egész történet arról szól, hogy én megoldást kerestem saját magamnak azokra a problémákra, amikről ma délelőtt itt előadás volt. Akkor én is egy ilyen individualista emberként azt mondtam, hogy én most megcsinálom is. De valami azt súgta, hogy ez jó, megcsinálom, de menjek ki falura. Tehát ott próbáljam megcsinálni. Nem tudtam, hogy miért, de ez volt a dolog lényege. És végig kellett ezen menni, hogy a falu befogad, nem fogad be, táskás ember, nagyvágos ember. Rengeteg anekdótám van, megkapáltam a szomszédnak a pityóka földjét, mert nem tudtam, hogy az én pityókám hol van. Vagy az úton mentem, és jött a szénászekér velem szembe, és akkor kérdem az embertől, szeptemberbe lúgtunk, hogy na, milyen a széna? Hát, mérnök úr, a sarja az idén elég jó volt, de a számomra nem volt világos, hogy a széna és a sarja között mi a különbség. Most, amikor a szárazság miatt nincsen sarja, akkor már tudom, hogy mi a különbség, ugye. Vagy most nem tudunk kaszálni, mert esik az eső, utána annyit imádkoztunk, hogy legyen eső, mert a szárazság ette meg az életünket. Tehát ez úgy benne vagyok az élet sűrűjébe, és hát a kérdés mindig az, hogy ez fenntartható-e, honnan kell hordani a pénzt ki éllakára, még mit kell egyebet csinálni ahhoz, hogy ki tudjam fizetni a hónap végén Jó, igen, és olyan üzleti terven alapoztuk meg a mi vajfarmot az üzletember barátommal, aminek az volt a lényege, hogy 365 napig fejjük a bivajokat napi 5 liter fejhozam mellett, és eladjuk a tejet 5 lejjére a piacon. Hát ha valaki egy kicsit is a bivajokhoz ért, az tudja, hogy olyan nálatok, hogy még 5 hónap után is el szokták akasztani a fejet. Tehát ha meggondolják magukat, akkor ők egyszerűen abba hagyják ezt a történetet. Volt olyan is, amit 9 hónapig tudtunk fejni, vagy 10 hónapig, na de aztán az 5 liter tej az pedig csak a valami világirodalmi szakkönyvekben van leírva, mi a 3 liter fölé soha nem tudtunk jutni átlagba, tehát laktációs pénben van 10 liter is, csak 3 napig vagy 4 napig, amit már megérkezik a bocs. Na, és akkor ugye, hogy a csorda mikor dönti el, hogy ő most akkor hozza a új nemzedéket, most például 3 hónapja nincs tejünk.
vágyjuk, hogy szülessenek a bocsok. Tehát ez elég kemény történet, és na, de ilyen a gazdálkodó embernek az élete, még bírjuk. Tehát ez már az ötödik esztendő, és egyre jobban élvezzük ezt a dolgot, aztán nemrég kérdezték meg tőlem, hogy miért csinálom ezt a dolgot Karácsonyfalván, és akkor jutott eszembe, hogy hát ezt én se kérdeztem Antól meg. És akkor mondtam a választ a gazdának, hogy hát azért nem más nem jut eszembe, hogy mit csinálhatnék. Mert ez annyira leköti az embernek a gondolatvilágában, nagyon sok öröm forrása, tehát ez volna a negyedik előadás, amit ígértem önöknek, tehát ez az, amiről nem fogok beszélni. Na most, amiről beszélni fogok, az azzal kell kezdjem, hogy az ember mikor neki fog egy életet magának úgymond tudatosan alakítani, akkor kell egy víziója neki arról, hogy mi is történik a világban. És hát ebben a vízióban benne vannak ezek a válságok, benne vannak a nagy folyamatok, de a kérdés mégiscsak az, hogy hol merre fele megy a világ. És én ide összeraktam néhány ilyen három pontba az én meglátásomat. Tehát az egyik meglátásom, és ezt szeretném mindenkinek, aki ugye a lokális gazdaságokban és a lokális világokban dolgozik és hisz meg minden, és van egy ilyen trend, hogy a lokalitást azt a globalitással szembe definiálják. Ezeknek az embereknek azt mondom, hogy ez nem így van, ez a két jelenség ugyanannak a dolognak a két oldala. Tehát a lokalitás nem versus globalitás van, hanem a kettő komplementer. Kiegészíti egymást. Tehát nem vagy globális, vagy lokális életet élünk, hanem is életet élünk. És csak ahhoz, hogy ezt elmondjam, tehát hogy alátámasszam, hogyha az Áron előadására emlékeznek, nyilván mert most hangzott el, akkor kiderül, hogy az összes ökofalu, amit Áron említett, az a globális projektek. Ezek nem lokális projektek. Persze lokalizálhatók abban a gyönyörű völgyben, és azokon a helyeken, de ezek tulajdonképpen globális emberek által összegyűlt, a tudásról nem is beszélek, meg technológia, meg erőforrások, stb. Tehát a globalizáció az egy olyan folyamat, amit lehet nem szeretni, vagy szeretni. Molnár Juditka szokta mondani, hogy ha esik az eső, akkor örvendek, mert ha nem örvendenék, akkor is esne az eső. Hát ugyanígy van a globalizációval, hogyha nekem tetszik, vagy nem tetszik, akkor is történik. Az más kérdés, hogy ki hogyan él a globalizáció lehetőségével, és az, amit a multinacionális cégek és erőforrás predátorok csinálnak, az egy kérdés. De lehet mást is csinálni a globalizációval. És én azt mondom, hogy amikor az emberiség szembesül ezekkel a válságokkal, ami ugye a szállítási költségek problémája, ugye az üzemanyag miatt, a különböző ivóvíz, környezet, biodiverzitási krízisek, az emberiség növekedési, demográfiai robbanási krízise, ezt ugye reggel az előadásban ezt hallottuk. Erre van egy válasza most, egy ilyen mainstream válasza, ami elég erőteljesen látszik. A globális gazdaság az úgy próbálja túlélni ezeket a válságokat, hogy elindult erőteljesen a virtualizáció irányába. Tehát megszületett ez a tudás alapú gazdaság, és a tudás, mint termelési tényező rendelkezik egy olyan minőségi eltéréssel az összes eddigi tényezőtől, hogy össztudásra szaporodik. Tehát gyakorlatilag, ha a gazdaság átáll a tudás alapú gazdaságra, már pedig úgy tűnik, hogy ez a trend, akkor egy olyan erőforráshoz jut, ami nem olyan, mint a tőke, ami ha elosztják, akkor kevesebb lesz belőle, nem olyan, mint a foszilis energiák, hogyha elosztják, kevesebb lesz belőle, hanem minél jobban használják, annál több lesz belőle. És ez a tudás, ez egy olyan forradalmat hozhat az emberiség történetébe, aminek a hatása meghaladhatja akár a kőolaj és a fosszilis energiahordozóknak a feltárását. De nyilván, hogy mi még nem látjuk, tehát ezért mondtam, hogy ez egy vízió,
ezt majd valószínűleg a gyerekeink és az unokáink fogják ezt kimunkálni, de az tény, és azt már lehet látni, hogy a jelenlegi világnak a nyertesei, azok menekülnek ebbe a világba. Tehát hatalmas pénzek mennek át a virtuális gazdaságba, hatalmas fejlesztések folynak. Nemrég egy ilyen IT cég vezetője mondta, hogy ebből az okos telefon kütyűből, itt is gondolom elég sokan vannak, az elkövetkezendő 2 évben 4 milliárdot fogunk szétosztani. Mert olyan alacsony lett az előállítási költsége, $4 alá esett egy ilyen okostelefonnak. Most képzeljék el, hogyha 2 év alatt 4 milliárd ember kap egy ilyen internetre azonnal fölmehető eszközt a kezébe. Hogy ez mit fog jelenteni? És ez az a kérdés, hogy mi én lakán gyakorlatilag azt csináltuk, hogy amikor megnéztük, hogy valamihez kell nekünk egy erőforrás, az helyileg nincs jelen, akkor azt megnéztük, hogy globálisan el tudjuk érni. És ez az erőforrás nyilván nem pénzt kerestünk, meg ilyen dolgokat, meg kőolajat, meg ilyesmit, hanem tudást és szakértelmet. És akkor lehet, hogy a müncheni diákok jöttek el én lakára megnézni, hogy milyen növényfajok élnek a legelőbb, mert már nem tudták az emberek ezt követni. Tehát nagyon fontos, ezt be is zárom ezt a részt, hogy amikor ezt az új világot, vagy a jövőt próbáljuk magunknak emberi, élhető, stb. Világán elképzelni, akkor számoljunk azzal, hogy az emberiség hatalmas tudás hozzáférést teremtett meg, és egy olyan infrastruktúrát, aminek a kommunikáció költségei gyakorlatilag zéróra csökkentek. Tehát képzeljék el, tehát egy olyan, csak a Gutenberg galaxissal kell összevetni, hogy mit jelentett ezelőtt 300 évvel egy könyvet kinyomtatni, eljuttatni valahová, hogy az mennyibe került, kinek volt könyve, ugye? Egy kódexet vagy bármit, és hogy hány órát másolta a szerzetes és ezzel kapcsolatban nézzék meg, hogy mi folyik ma az interneten. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel a dologgal nagyon komolyan kell nekünk foglalkozni, és az egyik téma az kell legyen, hogy hogyan visszük át, hogy hogyan kapcsoljuk be a mi lokális világainkat, a hagyományainkat egy olyan világba, amelyik biztosan globális lesz, és biztosan tudás alapú lesz. A probléma az, hogy ez a bekapcsolódás, ez nem egy ilyen kánaán. Mert azért haszonélvezői és az emberi magatartásnak ezek a jellemzői, amikről beszéltünk, a 10-90, stb. Ezek most is fognak működni, tehát harc lesz ebben a dologban. A kirekesztés, kiszállás, elszegényedés veszélye fennáll. Egész nemzetek, országok eshetnek ki a globális gazdaságból, mert nem találják meg a helyüket ebben a gazdaságban. És utána ugye, van ez a harmadik, az új világ, amiről Áron is beszélt, meg még használta is Áron ezt a kifejezést, amikor gyakorlatilag megpróbálunk egy olyan értékrend alapján egy élhető világgal integrálva a globális világba megélni, és pontosan a kirekesztés és az elszegényedés ellen lépni. Én úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezt az élhető világot teremtsük meg azoknak az embereknek, akik kreatív szellemi munkásai lesznek a globális gazdaságnak. Tehát az én vízióm, a jövőképem az úgy néz ki, hogy az emberek nem ilyen megapoliszokba fognak élni, illetve a megapoliszokat is le fogják bontani ilyen ökofalvakká, tehát átszervezik nagyon radikálisan, és az emberek természetközeli, egészséges, bio és öko élelmet fogyasztó, baráti kapcsolatokat, családot ápoló, szeretetben élő emberek lesznek, de lehet, hogy közben a munkájuk nagy része az interneten fog zajlani, fognak továbbra is programozni, biztos nagyon sok informatikusra lesz szükség, nagyon sok ember művész lesz, a kreativitásukat fogja megélni, közben lehet, hogy gazdálkodik, tehát na, de ezt nem részletezem, mert aztán nagyon elszáll a fantáziám. De nemrég látogattam meg, ugye a nejem készíti a sajtokat, és ő a kézben sajt, székely
kézműves sajtkészítők egyesületének az elnöke, és elmentünk meglátogatni az egyik sajtkészítő embert, Menaságban, és akkor ott láttam egy olyan modellt, amit nem olvastak sehol, ami úgy működött, hogy a fiatal apa, a fiatal anya van egy gazdaság tehenekkel, földdel, a házuk, amiben laknak, arra egy emeletet húztak, és ott van egy 4 szobás vendégfogadás, de nagyon szerény körülmények között, tehát a 4 szobának egy mosdója, közösen fürdőszoba, és a gyerek 11-es a művészeti iskolában. És közben gazdálkodik, tehát fest, például festményeivel van ki dekorálva a ház. Tehát ez egy olyan modell, amit én nagyon szeretnék látni a Székelyföldön nagyon sok helyen. Tehát amikor a gazdálkodás az nem azt jelenti, hogy az ember beleroskad, és kínlódik, és küzd, és minden, és közben nem boldog, hanem olyan tudással és technológiával rendelkezik, ökológiai, természetközeli formával, ami örömforrása, és hogyha valami tehetsége van neki, akkor azt ő megélheti. Tehát nem az árutermelés a cél, még a biogazdálkodásnak sem, hanem annak az életformának a fenntartása, ami az embernek a szellemi fejlődését lehetővé teszi. Tehát, hogyha valakibe az van, hogy ő kozmológiával kell foglalkozzon, az tehesse meg Csicsón, vagy Madridfalván, vagy bárhol. Mert most meg teheti. Nem kell elmenjen Göttingába, mint Bolyai Farkasnak annak idején. Mert az interneten elég sok mindenhez hozzá tud érni. Tehát egy olyan lehetőségek nyílnak meg az emberek előtt, ami amennyiben ő tudja biztosítani az egészséges egzisztenciáját, akkor gyakorlatilag végtelen számára a lehetőség. Tehát az egyén is elindulhat a globalizáció irányába, nem csak a multinacionális cégekkel. Jó, én a közösségekhez azért jutottam el, azzal kezdjem, hogy egyszer az illúzióktól megszabadultam. Tehát én lakva nagyon jó volt ebből a szempontból, egy nagyon szeretetreméltó falu, ahol az emberek nagyon toleránsak, mindenkihez szemben nyitottak, és az ember 3 perc alatt váljon, hogy a közösség, amiről tudtunk, az nem létezik. Tehát ma valaki, ha Székely faluban falu közösséget keres, azt, amiről úgy tanult az iskolában, hogy a rendtartó Székely falu, meg ezek, ez nincs. Tehát vannak közösségi maradványok, tehát például paláták még most is működnek, de minden megváltozott. Ezt az emberek el is mondják egyébként, hogy ezelőtt 50 évben milyen volt egy lakodalom, vagy most ezt tudomásul kell venni, nem szabad belemenni az illúziókba, és azt mondani, hogy hát akkor ezt valahogy egy ilyen múzeumszerű dologba, egy skanzenbe éljük meg, örökítsük át. Nem. A hagyomány az egy élő dolog. Hát az állandóan, hogyha az élet ott működik abban a faluban, akkor a hagyományt azt teremtjük, mindig beépítik azt, ami jó volt a régiből, és hozzáteszik az újat, ami ahhoz kell, hogy az élet menjen tovább. Tehát a hagyomány az nem az etnográfia területe, a hagyomány az az élet területe. Jó, és akkor én is aztán találkoztam Tamásinak ezzel az idézetével. Meg kell mondjam, nekem sokáig sok bajom volt a nagy erdélyi székely 2 világháború közti írókkal. Mert rájöttem a házi olvasmányaim alapján, hogy amiket ő írnak, az nincs. És aztán rájöttem, miután politizáltam én is 10 esztendőt, hogy én is mind olyasmikről beszéltem az embereknek, ami nincs. És ma is azt fogom csinálni, hogy olyasmiről beszélek önöknek, ami nincs. Hogy ezek az emberek tulajdonképpen az eszenciáját, a lényegét próbálták megfogalmazni annak, ami van, és egy ideálképet fogalmaztak meg az írásaikban, a kultúrának ugye ez egy fontos szerepe, mert azt szerették volna, hogy ez legyen. Tehát, hogy olyan legyen a székely, ahogy azt Nyírő megírta, vagy Tamási megírta. Aztán itt el tudtam fogadni őket. Tehát először lázadtam ellen, utána
elfogadtam. És ez az idézet, ami azt mondja, hogy a közösség az egy olyan életforma, amelyben a közösség az első. Tehát gondoljanak bele, hogy van egy faluba 130 ember, mind én lakán, és még van valaki, egy entitás, amit úgy hívnak, hogy az én laki közösség. Ami most nincs, de általában szokott lenni. Tehát most éppen elköltözött, vagy elaludt mind a firkos alatt a gondviselő. Szintén Tamási mondta, hogy elaludt a gondviselő. Azóta ébrezgetjük állandóan, hogy... De ami nem jövünk rá, hogy hol keressük a gondviselést, addig nem fog felébredni. Ez is egy fontos dolog. Tehát azt mondta Tamási, hogy van egy entitás, ami érezhető, és ez a közösség. És ez az első és a legfőbb személy. Nagyon fontos ez a legfőbb személy. És lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak cserélik egymást. Gondoljanak csak bele ebbe a történetbe. Igaz? Tehát együtt lakunk egy személlyel, aki a közössége, ami valahogy úgy működik, hogy az apák és a fiúk cserélgetik egymást. Tehát a fiúból apa lesz, az apából nagyapa lesz, aztán utána a nagyapa visszajön, fiú lesz belőle, és ez így menjen tovább. Na, tehát azt hiszem, hogy érzik ennek az elejét. Ilyen közösségek vannak? Valaki ismer ilyen közösséget itt a környéken? Nincsenek. Nincsenek más. Nincsenek. És az a kérdés, hogy lehetnek-e ilyen közösségek, illetve kellenek-e ilyen közösségek. És én azt mondtam, hogy kellenek ilyen közösségek. Azért, mert az ember, hogyha elkezdi, fölteszi magának a kérdést, tehát úgy 40 után előszokott fölülni, az első szívinfarktus után általában, hogy az ember megkérdezi, hogy mi a dolgom a világban. És akkor ezen elkezd gondolkodni egy pár évig, van, aki aztán gondolkodik jó sokáig, de van, akinek bejön, eszébe jut. És akkor jönnek a feladatok. És akkor fölteszi a kérdést, hogy de ezt meg lehet csinálni egy élet alatt. És a modern ember az be van rakva a születése és a halála közti periódusban. És azt mondja, hogy hát a legértelmesebb dolog az reggel, hogy visszafekszem. Mert annyi idő már biztosan nincs, ami ennyi feladat elvégzéséhez szükséges. Ha én azt mondom, hogy nekem az a dolgom, hogy ilyen közösségek megszületéséhez járuljak hozzá, ugye, itt van Balla Zoli, hát 10 éve mondtam nektek, szóval tám, hogy a közösségfejlesztés az egy lehetetlen küldetés. Tehát akkor azt jelenti, hogy az ember szembesül azzal, hogy lehetetlen küldetést se foglalkozik. És akkor azt mondja, hogy hogy lehet ezt meg, mi a probléma ezzel? A feladattal van a baj? És rájön arra, hogy nem, az idővel van a baj. Tehát ha én azt mondom, hogy van egy közösség, és az a közösség lehetővé teszi, hogy én kiszálljak az idő korlátaiból, és egy időtlen dimenzióba tegyem be a feladatomat, akkor a dolog rendben van, akkor neki fog dolgozni. De csinálok, amennyit tudok, és utána jön valaki, és folytatja. Mert az apák helyett jönnek a fiúk. És akkor lehet 300-500-es projekteket indítani. Akkor lehet fenyőfákat ültetni, diófákat ültetni, mert én azért most ültessek diófát, hogy soha ne egyek belőle. Nem, hát akkor nem csinálok, akkor megint visszafekszem. Értik? Tehát ez a közösség teszi lehetővé, ez lehet, hogy nagyon misztikus van halt, de a közösség az egyetlen olyan dolog ma, amit az ember teremtett, igen, jó kérdés, az ember teremtette, ami lehetővé teszi az embernek itt a Földön, hogy kiszálljon az idő korlátai közül, és az életét egy időtlen dimenzióba tudja elhelyezni. És ez a közösségi dimenzió. Ehhez nem kell elszállni, kell elmenni a mennybe, nem kell semmi egyéb olyan dolgot csinálni, amiről nehéz beszélni másokkal, hanem egyszerűen azt kell mondani, hogy része vagyok a közösségnek, azt folytatom, amit elkezdtek az őseim, és amit én folytattam, amit csinálok, azt fogják folytatni azok, akik jönnek utána. És akkor ennek az életnek van értelme. Tehát ezért vannak ilyen sarkalatos mondataim, hogy például nincs fenntartható fejlődés közösség nélkül. Nincs. Tehát aki azt hiszi, hogy egy individualista világban lehet fenntartható módon fejlődni, vagy gazdálkodni, az illúziókat gyerek. Na és akkor menjünk még egy lépést tovább, és fogalmazzuk meg a közösség lényegét. Mi a közösség?
Hát általában együttműködő emberek, ugye egymást ismerjük, kommunikálunk, stb. Hát igen ám, csak van egy minőség, ami definiálja a közösséget, és ez a minőség az a hűség. Ahol nincs hűség, ott nincs közösség. És mi a hűség? Itt van két definíció, az egyik Csányi Vilmostól származik, aki tartott egy előadást ebben a kérdésben, meg lehet őt is nézni a YouTube-on, amikor a közösség érdekeit a tag egyéni érdekei elé hajlandó helyezni. Ez a hűség. A másik az egy kicsit racionálisabb, azt mondja, hogy állandó, tudatos szeretettel való ragaszkodás azokhoz, akikhez kötelezettségeink csatolnak bennünket. És akkor, ha valaki akarja tudni, hogy ő közösségbe tartozik-e vagy nem, akkor tegye fel ezt a kérdést magának. Hogy hű vagyok én ahhoz a közösséghez? Hajlandó vagyok az én egyéni érdekeimet az a személy elé, amit azon a homlokára írva a közösség érdekei elé helyezni? Ha nem, akkor nem vagyok tagja annak a közösségnek, vagy nincs közösség. Ezt Csányi ebben az előadásában elmondja, hogy vannak kvázi közösségek, vannak érdekcsoportok. Ő nyilván emberi magatartástan szempontjából vizsgálja ezt a kérdést, ő etológus, és ezt ő így tárgyal. Nagyon jó egyébként, rövid 10 perces az előadás, csak most nyilván nem tudom elmondani. De nagyon fontos, és ezt az üzenetet szeretném ide elhozni, hogy ha az ember közösségeket épít, legyen az egy gyűrűfű falu, vagy legyen az egy iskola, vagy legyen az egy család, az első kérdés mindig az, hogy hű vagyok-e én ahhoz a közösséghez. És akkor gondoljanak ebbe bele, hogy mit jelent ezzel szembesülni. Egy olyan tükör, amit meg kell tenni. Nyilván, hogy az őseink ezt nem kérdezték. Hát ez az egyik különbség a hagyományos közösség és a között, amit racionálisan felvállalunk, és ugye ezek a szándékos közösségek, amit Áron is említette. De ma meg kell kérdezni, mert ma automatikusan nem működik. Mert ha ezelőtt 100 évvel egy közösségi tag nem volt hű, akkor megvoltak a módszerek. A kiharangozástól, a házfölégetésig, hát ismerjük, le vannak írva a Székely történelembe ezek a dolgok. Ugye? És hát azért kellett elmennék csatározni is, mert hű voltam. Tehát egyén, akár az életemet is föláldoztam azért, hogy a közösségem tudjon élni tovább. Hát itt van a nagy konfliktus, az individuum és az egyén fejlődése és a közössége között. Hogy az egyén úgy gondolja, hogy a közösségnek az a dolga, legyen ám, hogy ne, persze, jó, erős, együttműködnek, dobják össze, mindenki mondjon le, azért, hogy nekem legyen. Ugye? Tehát, hogyha amikor az egyéni érdeket, igenis a közösség érdeke fölé helyezi. A hatodik előadás, amit nem fogok most megtartani, az arról szól, hogy a székelylendi társadalomban hogyan tartották fenn, milyen etikai, morális törvények születtek abból, hogy van egy közösség, és a közösségnek gondoskodnia kellett az egyénről, és az egyén nyilván cserébe hűséges volt a közösséghez. No, ezt kicsit átformáltam ezt a meghatározást, és azt mondtam, hogy egy olyan közösség, ami az életet szolgálja, persze azt nem mondtam, jó, de ha a közösség, akkor az önmagáért való kell legyen. Csak azért csináljunk közösséget, mert az egy jó dolog. Ez úgy nem elég. A közösségnek is van egy célja. A közösségnek az a célja, azért kell az ember közösségeket alkosson, hogy az életet szolgálja. Az egyetlen önmagáért való dolog a világon az élet. Tehát az ember, ha megkérdezi, hogy mi miért van, és ha megkérdezi, hogy az élet miért van, akkor erre az a válasz, hogy az élet az csak van. Tehát nincs annak, arra nem tudunk választ adni, hogy miért van az élet. Miért élünk. Az, hogy hogyan lettünk, stb. Ezek egész evolúció elméletnek bármit le lehet hozni, de az alapvető kérdés, az élet az önmagáért való. És minden egyébnek pedig az a dolga a világon, hogy az életet szolgálja. A közösségnek is. Tehát az a közösség, amelyik nem szolgálja az életet, az nem is tudom, hogy létezik ilyen közösség. Na. Most azért, hogy a közösség az életet szolgálja, én a következő jellemzőket tartom nagyon fontosnak. Tehát képes
A közösség, ja igen, azt még el szeretném mondani, hogy beszélhetünk helyi közösségről, ez az, aminek, amit ismerünk, de ugyanígy lehet beszélni regionális, sőt lehet beszélni globális közösség. Tehát ez az újdonság, az emberiség rájött, hogy ő nem feltétlenül kell egy faluba éljen ahhoz, hogy ő közösséget alkosson. A globális közösséget is lehet alkotni, egy értékközösséget, olyan kommunikációval, amilyen van, aztán úgyis lesz majd teleportálás, meg minden, amit a science fiction irodalom már kitalált, azt meg fogjuk csinálni, úgyhogy nem lesz gond az, hogy az ember hol érs. Inkább az lesz a kérdés, hogy kivel kommunikál és kivel működik együtt. Na, tehát ezért beszélek globális együttműködés, önszerveződő rendszer. A közösség az egy emanált tulajdonság. Azt nem lehet csinálni, az lesz. Az emberi magatartásból szépen megjelenik egyszer csak a közösség. Na de mire kell ez képes legyen? Hát képes kell legyen a gazdaságot és a természeti környezetet társadalmi ökológiai szerveződésbe integrálni. Tehát ez az egyik nagyon fontos funkciója. Kölcsönösségek komplex hálózatát képes működtetni. Ezzel összefügg a biztonság, társadalmi tőke, kiszámíthatóság, stb. Elmondtam ezt, a megteremti az időfelettiség tudatát az ember számára. Ennélkül az ember nem tud szabad lenni. Tehát ez az emberi szabadságnak az alapvető kérdése. Az erőforrások végességének tudatát átalakítja, lefordítja morális kényszerekre, amelyek az emberi magatartás és gazdálkodás számára motiváló erővel hatnak. Erről szól a székelyrendtartó gazdálkodás. Tehát, hogy az, hogy nekem 10 hektár erdő van a közösség tulajdonában, akkor abból én le tudom következtetni, hogy mikor szabad fát vágni, és kinek mennyit szabad, és stb. Tehát a morális kényszer korlátozza az erőforrások kiaknázását. Ezt megszüntette ugye a modern gazdaság, és oda jutottunk, ahova jutottunk. Nem lehet piaci eszközökkel korlátozni ezt az amorális gazdálkodást. Tehát az egész környezetgazdálkodási elméleteknek ez az alapvető fiaszkója, hogy nem lehet a szabad verseny, ami nincs, de azt tételezni, hogy van, az externáliák megfizettetésével, meg egyéb, amit Áron is mondott, hogy akkor eladjuk a széndioxid kvótákat. Nem. Morális alapon lehet korlátozni, nem kell széndioxidot termelni. Nem az van, hogy kitermelhetsz, ki nem, és kinek mekkora profit, az erősebb kutya, stb. Nem, ez nem működik másképpen. Tehát itt az a probléma nálunk, az aztán persze a jó kérdés, hogy honnan jön a morális, de ez megint egy olyan dolog, amiben most nem mennék be. A hűség tartja egyben, és a remény forrása. Nagyon fontos dolog. Tehát a közösség adja az erőt az embernek dolgokat megtenni. Mert valahogy rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Egy érdekes idézet ez, amire én rátaláltam, akár be is fejezhetném az előadásomat, de akkor mi lesz a közösség vállalkozása. Tehát, hogy az ember élet lényege a szeretetben, az örömben és a csodálkozás erejében rejlik. Az országok közt a leggazdagabb, amelyben a legtöbb nemes lelkű és boldog ember él, az emberek közt a leggazdagabb, aki a leginkább betölti saját élethivatását, és egyúttal a leghasznosabb a közösség számára. Ez egy olyan vezérelv, ami alapján egy boldog életet le lehet élni. Az más kérdés, hogy elég nehéz ezt megcsinálni a valóságban. De kell az embernek időnként egy ilyen iránytű. No, és akkor tegyünk egy lépést már a való világ fele. Az emberiség a civilizáció fejlődése során három ilyen elég jól elhatárolt, jogilag, törvények által szabályozva, három szektort hozott létre, nem fogom kifejteni a lényeget, mondom csak, tehát ugye a közszféra, ahol közszükségleteket elégítünk ki, közpénzen és politikai ellenőrzés alatt demokrácia van, és itt a működési elv, hogy senki nem zárható ki, függetlenül attól, hogy fizet adót vagy nem. Például a tiszta levegő, vagy a közbiztonság, meg kell védeni őket is, ugye pedig nem járnak hozzá. Versenyszféra, ahol a profit maximalizálás versenykörnyezetben, és itt a működési elv a kizárhatóság elve. Tehát kizárhatok bárkit a szolgáltatásomból, aki nem hajlandó kifizetni az árát. És ezért nem fognak haragudni rám, vagy nem fognak szidni engem.
És a civil szféra, ahol érték alapon az emberek a társulási jog, tehát ez egy demokratikus emberi jog, ugye, alapján társulnak, és itt a szelektív kizárás elve működik, tehát aki mindenki kizárható, aki nem tartozik a célcsoporthoz. Tehát, hogyha én most el akarok menni az ingyen konyhába, ebédelni, mert éhes vagyok, hát valószínűleg kidobnak onnan. Tehát, mert én ne érkezzek az ingyen konyhám, mert nem oda való vagyok. Tehát, értik, miről van szó. Na, most a helyzet az, hogy úgy tűnik, hogy ez a három szféra most, ahogy így el van különülve globálisan is, meg lokálisan is, még mindig nem képes az emberi szükségleteket kielégíteni. És akkor születőben van egy olyan, egy negyedik szektor, ami én úgy neveztem, hogy szolidáris gazdaság. Van, aki szociális gazdaságnak nevezi, de én ezt a szolidaritás fogalmát tartom alapvető kérdésnek, és a közösség alapúságot. Nem azt, hogy szociális funkciót is betölt. Tehát persze, hogy betölt, arra szükség van. Tehát, és miért negyedik szektor? Mert minden kicsit hasonlít mind a háromhoz, de mégsem sorolható be egyikbe sem. Tehát ez a szolidáris gazdaság, ez használ például közpénzeket beruházás céljával. Fogják látni a Székely Gyümölcs program kapcsán, hogy a norvég kormány pénzén csináltuk meg Farkaslakán a manufaktúrát. Tehát nem magánbefektető, nem összeszedett pénz, hanem közpénz kerül alokálásra. A versenyszférába adjuk el a termékeknek egy részét. Hát ott vagyunk a pócokon, versenyezünk az árba. De nem a cél, nem célunk a profit maximalizálása. Gazdaságosság igen, de nem célunk a profit maximalizálása. És a civil szférában együttműködő emberek, a Civitász Alapítvány, Székely Gyümölcs Egyesület hozták létre ezt a dolgot. És az egész működtetéshez szükséges egyfajta civil együttműködés, akár önkéntesség ahhoz, hogy ez működjön. Tehát valamiféleképpen, mint hogyha ha ezeket így egy oszlopokként képzeljük el a három szektor, akkor ez így viszintesen így elvesz elemeket ezekből működésébe, de önálló sajátossággal rendelkezik. Ezt gondolom, hogy ki fog ez derülni. Miért van mindenre szükség? Tehát, hogy önök biogazdálkodással foglalkoznak, akkor szembesülnek ezzel a dilemmával. Mindenki szembesül ezzel a dilemmával, aki falusi környezetben bármit akar csinálni. Én is a 40 mi bajom van. A dilemma arról szól, hogy csinálunk valamit, amit úgy érzünk, hogy ez az élet, ezt jó csinálni, ez ebből élet születik, csak utána este leülünk a gyertya mellé, az asszony ugye azt mondja, hogy számoljunk, és akkor elkezdjük írni a papírra, és akkor kiderül, hogy ez egy veszteséges üzlet. Tehát attól lesz működőképes, tehát működik, él, csak éppen nem számoltam be a munkaidőmet, de hát mit is tegyek oda most, milyen órabérre számoljam. Vagy nem számoltam be azt, hogy a gyümölcset ingyen szedtem le a fáról, most akkor milyen árba számoljam? Tehát ha effektív nem adok érte pénzt, akkor az ingyen jöttél, vagy nem jöttél. Tehát kiderül, hogyha a versenytársak módszereit alkalmazom, akkor megint az van, hogy vissza kell feküdni az árba engem. Tehát akkor nem szabad csinálni. Tehát ez a vidékfejlesztőknek ez a hatalmas, hogy így mondjam, huncutságuk, hogy úgy javasolnak politikákat, pénzeket osztanak, mindent a vidéki gazdaság támogatására, hogy nem mondják meg az embereknek, hogy ha vidéken gazdálkodsz, akkor nem leszel versenyképes. Hát azt az illúziót keltik az emberekbe, hogy igen, csinálj farmot, csinálj ezt, termelj a piacra, minden, még adunk hozzá pénzt is, ugye mindenféle EU-s támogatás, stb. És nem mondják meg, hogy mi segítünk téged, hogy ne halj éhen, hogy éld túl a helyzetet, de nehogy azt használj, hogy versenyképes leszel. Na most én ezt így éltem meg, tehát én is ugye ilyen bocsinált a közgazdász vagyok, elkezdtem ezzel foglalkozni, vállalatgazdaságban tanítottam a főiskolán, úgyhogy
kiszállítottam, hogy az én gazdaságom az nem fenntartható, nem is versenyképes. A szerencsém az, hogy mások nem tartanak bivarakat. Tehát ezért vagyok én versenyképes, mert kimegyek a bivar sajtomra a csíkszeredai piacra, és vagyunk hárman. Mózesékkel, igen, és a dájai lelkész Szabolcs Dájábos. Kész. És szerencsére többen akarnak bivar sajtot vásárolni. Úgyhogy olyan gesztusokat teszünk, hogy jön a vásárló, és akkor kérdezi, hogy akkor ilyen sajtot árulunk, például a diós. Nem, a diós, a Szabolcs árulja, menjen oda. Küldjük a vásárlót, az a másik. De hát ez egy életszerű történet. A vásárlót nem szabad úgy elengedni a piacról, hogy ne kapja meg, amit keresett. Még akkor se, hogyha azt nem nálam kapja meg. A versenyszerű az lenne, hogy amikor melyen Szabolcsok, akkor így lábamat bétartsam, hogy lehetőleg essen keresztül előtte, és utána fedezze föl, hogy már nincs több igazság. No, én ezen sokat gondolkodtam. Sokáig az volt az álláspontom, hogy ezt a dilemmát úgy kell feloldani, hogy az ember el kell döntse, hogy melyiket választjuk. Nem lehet összevégíteni. Én eldöntöttem, hogy nekem az életszerű fontosabb, ha nem tudok megélni belőle, akkor még kapolok egy kicsit máshol. Tehát tanítok, eladásokat tartok, írok, valamit csinálok. De van, aki eldönti, hogy versenyképes kell. Volt 16 tehene, elindul, zsinálta 160-at belőle, taktor, minden, mint megveszi a szomszédföldjét is, még mindig kell, még mindig versenyképes, és akkor előbb fölébred, hogy már az ipari gazdaságot művel. Tehát már vége, már sorba a Bayernnél, azénél, a műfrágyáért. Na, már ott van. Tehát ez jelenti a dilemma. Aki az életszerűt műveli, azok itt vannak ebben a teremben, a többiek ott vannak a másikban. De eldöntötték, hogy melyiket csinálják. Én nagyon sok ilyen, nemrég az új hangjánál találkoztam ilyen emberekkel, akikkel szerették volna, hogy hogyne, persze, jó egészséges, élelmiszeres, minden. Csak akkor mondta, hogy jó, de nekem ennyi műtrágya kell ahhoz, hogy hát mondom, akkor mi lesz ebben? Na, tehát értik, így történik ez a dolog. Na, és akkor én azt mondtam, hogy álljunk meg a menet. Hát hogy lehet életszerű dolgokat versenyszerűen csinálni, vagy versenyképesen csinálni? És akkor leesett a tantusz, ugye, van egy bűvös szó, amit a székelyek nem ismernek, de most tanulják, muszáj neki, ezt úgy hívják, hogy együttműködés. Igen, együttműködés. Tehát, hogyha a székek ezt a bűvös szót megtanulják, ez egy ilyen varázsiga, igen, hogy együttműködjenek, akkor a sok kicsi életszerű együttműködve regionálisan tud versenyképes lenni. Ezt nem mi találtuk ki, csak ha elmegyünk és megnézzük, hogy ezt Dániába hogy csinálják, vagy Norvégiába, akkor nem hisszük, amit látunk, hogy úgy van, mint az állatkertben, hogy ilyen állat nincs, mikor a zsiráfot meglátta János bácsi. Mi nem ismerjük, csak akkor nem, mikor másik csinálja, akkor nem ismerjük föl, hogy nekünk is ugyanazt kellene csinálni. No, és akkor ettől megvilágosodtam, hogy én, és utána elkezdtem dolgozni, mert ez így szokott történni, és míg az ember nem világosodik meg, addig nem tudja, hogy mit kell csinálni. És azt mondtam, hogy közösségi alapú vállalkozásokat kell csinálni. Szerencsére van a helyzetben voltunk, hogy a székelygyümölcs program kapcsán Már István programvezetővel Civitas Alapítvány nyert egy norvég támogatást, és megcsinálta az első székelygyümölcs manufaktúrát Farkasvakán. És amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez hogyan is működjön, akkor rájöttünk, hogy ez egy közösség alapú vállalkozás. Tehát akkor én nem tudtuk addig, hogy ilyen van, de akkor hamar az internetre bementem, ébétem három keresőszót, és akkor lejött a szakirodalom. Egy globális erőforrás. És azóta tudom, hogy az, amit, hogy prózába beszélünk, ugye mindjárt a színdarabban. Tehát azóta tudjuk, hogy amit csináltunk, az egy közösségi vállalkozás. Hamar részt bekaptunk, és azóta áruljuk, mint a cukrot, közösségi vállalkozásként ezt a történetet. Na hát mondjam el, hogy mi a közösségi vállalkozás. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy olyan vállalkozási forma, amely a helyi közösség együttesen létrehozza a vállalkozását és annak infrastruktúráját is. A mi esetünkben ez egy gyümölcsfeldolgozó manufaktúra, a helyi közösség képviseletében a helyi önkormányzat és a
az Egyesület lesz részt. És közösen vállalkozva működteti azt, tehát működteti a manufaktúrát, annak érdekében, hogy sajátos közösségi haszonra tegyen szert. Tehát a manufaktúra, a vállalkozás nem az a célja, hogy profitot termeljen, hanem az a célja, hogy a közösség számára fontos dolgokat állítson elő. Amik elég érdekes dolgok lehetnek, tehát sok mindent ki lehet találni. És ezáltal a közösség egyben vállalkozó is, és vállalkozás is. És ez a vállalkozás pedig be van ágyazva a közösségbe, és nem tud attól elkülönülten működni. Egy klasszikus vállalkozás mivel kezdi az életét? Elkülönül a közösségtől. Csinálok egy céget, előveszem az erőforrásokat, azt beteszem a cégbe, és én vagyok egy külön entitás. A közösségi vállalkozás nem ezt csinálja, hanem különböző technikákkal, amikről Már István kellene előadást tartson, hogy ez hogy történik, kezdve a médiák, kezdve a gyümölcsfesztivál, tehát egy egész környezet van köréje építve, ami lehetővé teszi a közösségi együttműködést. No, de a kérdés az, hogy akkor ott van ez a személy, a közösség, de hogy lehet, hogy vállalkozó? Hát erre a megoldás az abban van, hogy mi úgymond leválogattuk a közösséget egy kicsit, és egy egyéves tanfolyamon keresztül a hagyományos gyümölcseket termesztő gazdákból alakítottunk ki képzett gazdákat, és egy egyesületet hoztunk létre. És ez az egyesület jogi személyként képviseli a közösséget. Persze családainkon keresztül mindenkivel kapcsolatban vannak. Tehát ez olyan, mint egy ilyen begyökerezett, a közösségre gyökerezett entitás. Így már könnyebb a történet, mert ennek van statusuma, van jogi személyisége, van bankadószáma, stb. Tehát lehet vele dolgozni, és tulajdonosa lehet ezeknek az eszközöknek. Három tulajdonságot kell teljesítsen, közösségorientáció, ez a beágyazottság, és a hagyományos tudást öznie kell a társadalmi szintre juttatott innovációval. A mi esetünkben az innováció az maga az EU-konform higiéniai körülmények közt előállított gyümölcslé, vagy lekvár. Tehát az, hogy mit jelent, milyen technológiával és hagyományos módon, de csomagolás technikailag újítva, hogy lehet eljuttatni a piacra ezt a dolgot. Ennek a közösségi vállalkozásnak egy válfaja, amikor van egy erőteljesebb szociális cél is. Ezt azért szeretem, ezt a meghatározást, mert megjelenik benne a másokért vállalkozás kérdés. Ez is lényeges különbség. Egy vállalkozó miért vállalkozik? Magáért, igaz? A szociális vállalkozás az másokért vállalkozik. Tehát nem az a célom, hogy profitot termeljek, az a célom, hogy munkahelye legyen annak az embernek, aki egyébként nem tud a piacon elhelyezkedni, mert fogyatékkal él, vagy cigány, vagy ki tudja, miért, valamiért nem működik neki ez a dolog. Kirekesztődik a társadalomban. Na, és hogy ez azért van itt, hogy hívjam fel a figyelmét a biogazdálkodóknak is, hogy erőteljes világtrend, európai politika és romániai politika is lesz, hogy szociális vállalkozásokat hozzanak létre. Mert az állam rájött, hogy a mai világban a szociális háló nem fenntartható. Tehát egyszerűen nem lehet annyi adót elvonni, és azt odaadni azoknak, akik nem termelnek semmit, mint ahogy ez eddig volt. És a szociális háló helyett egy önellátó szociális megoldást keresnek, és ezért vállalkozás formát. Tehát lesz olyan törvény Romániában is, így szól a meghatározás, amelyik rendezni fogja ezt a világot. A székelygyümölcs modellről most kevesebbet fogok beszélni. Annyit azért elmondanék, hogy nagyon fontos eleme és egy közösségi vállalkozásnál elengedhetetlen, hogy legyen egy olyan érték, aminek a szolgálata a szerepe a vállalkozásnak. Nem szeretik a kollégáim, mikor mondom, hogy a székelygyümölcs program az nem a székelyek meggazdagodásáról szól, hanem a hagyományos gyümölcsfajták megmentéséről.
A norvég kormány azért adta az 1 millió eurót a Civitas alapítványnak, hogy a biodiverzitást növelje, nem? Mert hogyha a székelyeknek akarta volna a pénztárcáját hizlalni, akkor szétosztotta volna az 1 millió eurót, és nagyon boldogabb lettek volna a székelyek. Tehát fontos dolog, hogy legyen egy olyan érték, ez a program történetében úgy történt, hogy az emberek kimentek falura, és megkérdezték tőlük, hogy mi fontos számukra. És akkor kiderült, hogy Sükör vagy Farcádban azt mondták az emberek, hogy hát mi gyümölcstermesztők voltunk valamikor. És mit, ott vannak a felhagyott kertjeink, és már nem érdemes vele foglalkozni, és a vadak, a lehús, már van egy vicc is ezzel kapcsolatban, hogy amikor gyerek szedi a szilvát, az apjától megkérdezi, apám, mi lesz ebből a szilvából, hát ha anyát hazajön a kórházból, akkor lekvás, ha nem, akkor párunkra. Tehát ez annyira jellemző volt, hogy ez egy úgy rá volt bízva, hogy lehúl, lerohal, aztán valamit főszedünk belőle, disznót megeszik. Tehát nagyon rossz viszonyok uralkodtak a 90-es évek elején ebben a témában. És akkor azt mondták az emberek, hogy nekünk fontos az a gyümölcs. És azért volt a projekt kitalálva, hogy ezek a gyümölcsök megmaradjanak. Az eredmény persze az, hogy ez az emberek. Ez egy élet, de az érték azért volt fontos, mert ez hozta össze a közösséget. Ez volt az, ami összekalapálta őket. Képzett gazdák kellenek, tudást kell bevinni. Sok esetben az a baj, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk, csak már elfelejtettük, vagy nem a legkorszerűbb módszerekkel kell visszük. A helyi közösségre épül, itt a gazdaasszonyoknak nagyon fontos szerepe van, a helyi önkormányzat vesz részt, ő is képviseli bizonyos értelemben a közösséget, van egy egyesületünk, ami működteti, van egy közösségi nyilvánosság, ami támogatja a projektet, és az egész mellett ott van a piac, a piacon rések vannak, és megpróbáljuk ezeken a réseken értékesíteni a termékeket. Nagyon fontos, hogy minden közösségi vállalkozásnak egyszerre kell megkérdezni azt is, hogy van-e közösség, ami ezt csinálja, és van-e piac, ahova eladni a terméket. Mi elég komoly problémákkal küzdöttünk az elmúlt években, hogy értékesítsük a termékeket. Most már ott vagyunk, hogy talán sikerül, tehát azt hiszem a tavalyi alma lévő már nincs. Úgyhogy ez nem. De a tavaly előtti bő, vagy az előtti bő lett pálinka is. Nem azért, mert nem bírta ki. No, a gazdasági modell az így néz ki, nem tudok részletekbe belemenni. A lényeg az, hogy azért életképes ez a vállalkozás, mert a társadalmi tőkét használja, azt közben konvertálja gazdasági tőkévé, de vissza is építi azáltal, hogy együttműködést és bizalmat épít a közösségbe. A bennenő oldalon, az inputok oldalán nagyon sok minden externáliaként jön, tehát azt jelenti, hogy ingyen kapja meg a vállalkozást, tehát nem fizet érte. A kimenő résznél is vannak barterezhető termékek, tehát egyszerűen a gazda behozza a gyümölcsöt, saját munkaerőbe kipérseli az almalevet, és utána fölrakja az almalevet az autóba, és hazaviszi. Nem számlázó, nem fizető, nem sem. Egy részét ott hagyja, abból tartjuk fenn az infrastruktúrát. Persze ez aztán alakul az időben, vannak cash flow problémák, amit meg kell oldani, de ezek a délután, hogyha valakit érdekel, akkor nem tudom, lesz ilyen munkacsoport, Már István ott van, és akkor ezt tudjuk beszélni, hogy ez hogy működik. De nagyon fontos, hogy azáltal, hogy barterek vannak beépítve, és gyakorlatilag pénz nélküli árucsere, ezáltal válik ez működőképessé. Hogyha erre valaki rákényszeríti a gazdaságnak a tranzakciós logikáját, akkor abból nem lesz életképes vállalkozás. Így néz ki a csapat, ez az avatás körüli pillanata. Na, és még egy 5 percet muszáj elraboljak a forgó gyomroktól, mert arról is kéne beszéljek, hogy akkor hogyan tovább, mert ez egy pontszerű történet, egy manufaktúra farkaslakán, utána egy másik manufaktúra az etelakán. Az egyik almát, a kerti gyümölcsöt, a másik erdei gyümölcsöt dolgozta. De hogy kezd ez összeállni? És akkor egy érdekes fejlemény történt, hogy
mi is kerestük a piacot. És az egyik ilyen piacon, még ott volt az orrunk előtt, ez a Google termékeket forgalmazó székelyföldi üzletlánc, ugye neveket nem mondjam itt, de gondolom találkoztak vele székelyföldön. És akkor addig-addig beszélgettünk, ugye, mert termékek bevitele, minden, és hát a végén, amikor megismerte az üzletlánc tulajdonosa a közösségi vállalkozás fogalmát, akkor jött és azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha a Gobé termék, mint kereskedelmi márka, az közösségi vállalkozás lenne. Hát ez egy közgazdás számára akkor a szakmai kihívás volt, hogy azóta azon ezen dolgozunk. Ez 3 hónappal ezek történt. Mert az egy dolog, hogy az almát lepréselem, becsomagolom, zseladom, mert ugye ez egy megfogható dolog. De egy márka az nagyon absztrakt termék, tehát a Google termék, ez egy megfoghatatlan dolog. És akkor hogy adjuk oda azt a márkát, a megfoghatatlan dolgot a közösségnek? Na és hát ennek érdekében meg kellett határozzuk a közösséget. És akkor a közösség így néz ki, hogy termelők, vásárlók, befektetők, valamint a szociális és oktatási szolgáltatásokat biztosító személyek és szervezeteik. Tehát kiderült, hogy egy kis társadalmat kellett definiáljunk közösségként, akik előállítják a Google márka alatt a termékeket, és azokat megvásárolják. Erős és gyenge hálózatok, stb. A gazdasági folyamatok olyan módon való megszervezését teszi ez lehetővé, hogy gyarapítsa a társadalmi tőkéjét ennek a közösségnek, fenntarthatóságát növelje, és így tovább. Na most, meghatároztuk, hogy milyen legyen ez a gazdálkodás. És akkor kiderül, hogy azok az ismérvek, amiket a délelőtt elhangzottak, azok mind fontosak. Tehát legyen helyi erőforrásokra alapozott, helyi emberekkel. Ez egyébként már régebb is megjelent a reklámkampányokban is. Közösség alapú, kölcsönösségre épülő, ellenőrzés, stb. És itt jön a kulcsmondat, ezért tartottam az előadást. A gazdálkodási rendszer befele életszerű, azt az életformát tartja fenn, ami megfelel a közösség értékrendjének, tehát hogyha hagyományos gyümölcsöt akar termelni, akkor azt megteheti. Hogyha a bangalicadisznót akar tartani, azt is megteheti. Tehát bármit megtehet, amit úgy gondolja, hogy ő neki ez az értékrendjének megfelel. Kifele pedig az együttműködés révén regionálisan versenyképes kell legyen. Tehát addig kell összerakni ezt a Google világot, amíg akkora lesz, hogy a Kaufland összecsomagos hazamegy. Ilyen egyszerű a történet. Hát amikor már sok kicsit összerakjuk, és akkor persze ez a 6. eladás, amit most nem tartok, mert hogy ez a dolog milyen nehezen megy. Jó? Na, és akkor néhány ilyen megfogalmaztunk, létrehoztunk egy alapítványt, aminek az a neve, hogy Élő Szület. Ez azért, mert én most egyébként nem fogunk csinálni, hanem összeszőjük a létező kezdeményezéseket, hogy álljon össze, tehát képzeljék el, az élőszövet az egy olyan dolog, aminek a fonala azok élhető, életszerű kezdeményezések. Vállalkozások, non-profit szervezetek, oktatási intézmények, stb. A szövet pedig az ezekből összerakott versenyképes közösség. Most mi olyanok van, mint a pók, hogy szögdösünk egyik helyről a másikra, megfogjuk a szálat, összeütjük a másikkal, mi nem hozunk létre újakat, csak megnézzük, hogy mi van itt a környéken, és ha valaki belefér ebbe a világba, azt összeszőjük a másikkal. Ez a dolog. Na, és hát akkor itt vannak az értékek, amik vezérelnek minket. Hát el lehet olvasni, mi minden tartunk fontosnak. Na, és akkor kérdezem önöktől is, hogy szeretnének egy ilyen világba élni, ahol az emberek együttműködnek, kölcsönösen, fenntartják az életet, ez szerint az értékrendszerünk döntik el, hogy tartozom. Jó érzés? Igen? Igen? Jó. Gyergyó azt mondta az egyik vállalkozó, hogy hát igen, csak ilyen világ nincs. Na, tehát hozzuk a jövőből, tehát ezen dolgozunk. Úgyhogy ezért vagyok itt, hogy meghívjam önöket a Google világba, hogy vegyenek el részt. És akkor még van egy-két ilyen mondatunk, ami megint összecseng a délelőtti előadással, hogy visszatérni az élethez, ez a dolgunk. És hát Schumachert is muszáj volt elhozzam, mert itt a széke emberek azt hiszik, hogy attól fejlődünk, hogy még van 3 traktorunk, és lehetőleg egy jeepünk az udvarban,
Tehát nem erről szól a történet, mert a dzsibben nem lesz mit tölteni, hanem arról szól, hogy tanulni kell, szervezni kell az embereket, és együttműködésre kell őket biztatni. Na de meg kell mondjam azt is, hogy hol vannak az ellenségek, mert össze kell fogjunk ellenség nélkül, elég nehéz. Tegnap tanultam egy marketinges szakembert, mindjárt elhoztam ide önöket. Hát a FOB világ ellenségei azok így néznek ki. A fogyasztói társadalmi modell, ami most ámítja, csábítja a székelyeket, szerencsére nincs pénzük rá. Tehát ha nem itt aztán itt már eddig már banánerdők lennének, narancsligetek, minden elképzelhető dolog. Azért ugye ez a szükségletek helyett a vágyakra épülő gazdaságos, fogyasztói társadalmi modell. Az igénytelenség. Rá kellett jöjjek, hogy a székely embernél az igénytelenség nagyon komoly problémákat okoz, mert az emberi méltóságának a feladását jelenti. Egyszerűen ő az, hogy jól van, ahogy van, így is működik, ez nem okosság, ez nem bölcsesség, ez igénytelenség. Tehát kell az ember valamit akarjon annak érdekében, hogy ő emberként ki tudja magát húzni. A székely ember büszke, tehát az kicsit segít neki, hogy igényesebb legyen, csak aztán utána rájön, hogy még ez se igényesség, hanem csak magamutogatás, meg lajdipítés. Na, és a kis hitűség. Tehát én úgy gondolom, hogy van egy szellemi probléma is itten, az ellenségek azért ilyen erősek, mert elveszik az embernek a hitét, a bizalmát, az önbizalmát, és ezáltal demoralizálják, demotiválják, hogy úgy micsoda szavakat használok, hogy ne teremtsen. Tehát hagyja abba a teremtést, és ne legyen társa a teremtőnek. Ez nagyon fontos, ezért nem csinálunk meg dolgokat. Olyan történetek vannak, hogy elképesztő. Na és akkor mi az alternatíva? Tehát mi miért jövünk ide, ugye, mit akarunk mi csinálni? Hát mi azt mondjuk, hogy igenis van alternatívája a fogyasztói modellnek. És ez pedig vissza kell térni a szükségletekre alapozott gazdálkodásra, lokális erőforrásokra kell építeni egy ökológiai gazdaságot. És nem a növekedés kell mozgassa a gazdaságot, hanem a fogyasztás csökkentése. Nem energiaválság van, illetve van, csak nem az a megoldás, hogy több energiát termeljünk, hanem az, hogy kevesebbet fogyasszunk. Hogy szemetet állítunk elő, amikor a szemét az erőforrás. De nem a jövő nemzedéknek teremtsük. Hát milyen használjuk mi most? Még egyáltalán még van szem. Na, hát a fogyasztás csökkentése, de ezt nem lehet piaci alapon csinálni. Hát hogyha most egy vállalkozói körbe ezt elmondom, akkor elég gyors kell legyek a nyitókörben. Nagyon, ugye már ebédre elfogyasztottak volna. Hanem morális alapon lehet ezt korlátozni. Azt kell mondani, ne zabálj, mert nem illik. Én egyszerű a történet. Vagy jár kisebb autó, vagy bicikliz, vagy gyalog menj. Miért menj? Hát azért, mert ez a társadalmi kényszer, ugye? Tehát amikor az emberre megindul, én megjártam, van nekem egy ilyen haszonjármű, mert a farmra ugye kell, mert a lisztet én is viszem, mert nem lövőlök még lisztet, mert nincs. Én lakán nem termel senki gabonát. És akkor megjártam, sem kapcsoltam le a motort. Oda jött hozzám egy biciklis, azt mondta, hogy maga miért nem kapcsolja ki a lépet. Én nem mondom, hogy adja el az autóját, de legalább ha nem megy, akkor nem. Azóta se felejtene. Ez a morális kényszer. Joga legyen oda jönni és azt mondani, hogy ne fogyassz, mert az én emberem, vagy az én fiam, vagy gyerekem elől viszed el az erőforrást. Tehát beleszólhatunk egymás dolgába, mint hogy a szomszéd asszonyom eljön, és azt mondja, mérnök úr vágja le a gazt az udvarából, mert átjön, áthozza a szél hozzám, és nézze meg nekem, milyen kertem van. És a búrján meg fog telepedni ott, mert maga nem vágta le. Csak akkor azt mondom, de én fenntartok egy ilyen biodiverzitás szigetet az udvarunkban. Mindenféle dzsungliot meg lehet megtenni. De ezt nem tudom írtani meg megmagyarázni. Lustaság, bőség. Takarékosságot, kölcsönösségen alapuló együttműködést javasolunk az igénytelenség helyette. Tehát igen, nincs pénz, rendben van. Nem az a gond, hogy akkor most egyszer meg kell gazdagodni, és akkor utána igényesen fogunk élni. Nem, ne tévedjünk. A székely ember takarékosan, okosan is tudott igényes lenni.
nézzük meg, hogy milyen épületeket építettek, milyen istállókat hagytak nagyapáink rá, és így tovább. Már 100 éve amortizálódott, még mindig működik. Vagy azok a kutak, amik meg vannak építve. Tehát egyszerű technológiával, de igényesen voltak elkészítve. És nagyon fontos, hogy a gazdasági növekedés helyett a szellemi fejlődést kell behozni. Tehát az emberek boldogságának az elérése az egy világos, legitim cél, de ezt egy tisztességes anyagi rész, ezt nem tagadom, de a szellemi fejlődés nélkül ez nem lehetséges. Tehát a szegénység ellen nem lehet küzdeni anyagi gyarapodással. A szegénység ellen szellemi fejlődésre lehet küzdeni. Egyszerre a fejbe kell rendet tenni, az embert hittel kell ellátni, és utána lesz neki a picsom a kenyérre. Mert a motivációs problémák vannak, nagyon súlyos motivációs problémák vannak, és a kulcskérdés ez a teremtés kérdése. Tehát felvállaljuk-e azt, hogy szövetségben vagyunk a teremtővel, és egymással is a teremtésben vagy nem? Ezen ásbukik minden. Ha erre a válasz igen, akkor többi már csak részletkérdés. Einsteintól van ez az idézet, azt mondta, hogy én a teremtő gondolatait szeretném ellesni. A többi csak részletkérdés. Úgyhogy én is így gondolom, hogy ez így van. És akkor szeretnénk, hogyha közösségi termékekkel és együttműködés gyümölcsével örvendeztetnénk meg egymást.